Szinte minden kézben egy telefon az egyik nyíregyházi középiskolában, ezen kíván változtatni az a kormányrendelet, amely korlátozza minden telekommunikációs eszköz használatát az intézmények falain belül. Erről eddig az iskolák saját hatáskörben dönthettek, szeptember 1 azonban általánossá válik. A főszabály szerint a tanulóknak reggel belépéskor le kell adniuk mobiltelefonjukat, amit csak a nap végén kapnak vissza. Iszák Tibor a Nemzeti Pedagóguskor alelnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, az előzetes társadalmi egyeztetéseknek megfelelően lépteti életbe az új rendeletet a kormány. Több mint 54 százaléknak a vezetőknek, illetve a pedagógusoknak nagy százaléka. Támogatja a mobiltelefonnal kapcsolatos korlátozásokat, illetve ami nagyon érdekes, a szülők voltak azok, akik indították ezt a korlátozásnak a beindítását. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos előre mutató rendelet, rendeletről van szó. Tehát a jogalkotó hozott egy olyan döntést, amit majd. Nekünk az alkalmazás közben be kell tartanunk, szülőknek oda kell figyelni. Egy elég komoly ami összefogást kell majd, hogy elindítson. És azt vallom, hogy mint minden másnál is, ugye a puding próbálja lesz az evés, tehát biztos vagyok benne, hogy ez majd későbbiek során alakul módosul és változik az optimális irányba. A változtatást a nemzeti pedagógus kar is támogatta, a mobiltelefonok ugyanis a szervezet szerint gyakran hátráltatták az oktatást. Figyelme elterelésére alkalmas eszközök nem valók a tanórára. És ö, ezek a ö, készülékek, ez tetszik, nem tetszik, a, ö, annyira fejlett a, a technika, az informatik eszközök már, hogy akár egy órán, órán is lehet ezt ö, ö, alkalmazni, és Sajnos biztos, hogy előfordult sok esetben olyan, hogy a tanórán a diák nem figyelt, hanem TikTokozott vagy bármilyen más olyan alkalmazást használt, amit az okostelefonján vagy esetleg az auráján e, tudott eszközölni, és ez, ez, ez mindenféleképpen arra irányul, hogy nem odafigyel a kellene ennek éppenséggel. A mobiltelefon, valamint az okos eszközök egyébként nem lesznek teljesen kizárhatóak az iskolából. A pedagógus ugyanis dönthet úgy, hogy oktatási célal engedélyezi a használatát. Így tehát ezek a korlátozottan használható kategóriába tartoznak. Lesznek ugyanakkor tiltott tárgyak, mint például a szúróvágó eszközök – az alkohol vagy a drog. Egyes vélemények szerint ugyanakkor ezek ellenőrzése több emberes feladat, amire az iskolák jelentős része nincs felkészülve. Iszák Tibor szerint is időre és nagyobb humán erőforrásra van szükség a rendelet hatékony kivitelezéséhez. E rendelet mentén, ha fogunk dolgozni, akkor biztos, hogy az igazgatók, illetve a felelős vezetők valakiket az intézményen belül meg fognak bízni, Ezekkel a feladatokkal, és ezeknek a feladatoknak az ellátása jelent szerintem egy kis többletterhet, vagy nem kis többletterhet, illetve ezeknek a készülékeknek ugye a beszedése, illetve tárolása jelent majd szerintem nagyobb problémát, illetve felelősséget, mert vannak itt azért egymilliós, egymillió, milliós készülékek is a, a diákoknál, a srácoknál, és hát ez azért elég komoly odafigyelést igényel szerintem. Nem akarok vészjósló lenni, de biztos lesznek majd problémák ezzel kapcsolatban, és erre valahogy, erre mondtam azt, hogy erre még azért nem vagyunk felkészülve. Iszák Tibor hangsúlyozta, ha nem működik hatékonyan a rendszer, vagy nagy az ellenállás, akkor újra kell vizsgálni a kérdést. A Nemzeti Pedagógus például nyitott arra, hogy a mobil használatot illetően korcsoportonként alakítsanak ki szabályt, 12 éves korig például tiltást alkalmazni, de addig is edukálni a diákokat, hogy azután hogyan használják hasznosan ezeket a modern eszközöket.